És akkor bár nem sok időnk maradt, mert nem szeretnénk az egész programot nagyon-nagyon megcsúsztatni, én azért reflektálnék így első körben, ha már egyszer most végre nálam van a mikrofon. Egyrészt, amit az utolsó felvetésében Zsuzsa mondott, az pont szerintem arra válasz, hogy ezt is lehet jól csinálni és rosszul. Ugyanúgy, mint ahogy az ISO 14001-et is, az EMAS-t is, az ECE-t, nagyon sok mindent lehet jól és rosszul is csinálni. És az, hogy az ESG ugyanúgy, mint az ISO 14001-es környezetközponti irányítási rendszer, vagy az EMAS, vagy bármelyik három betűs, amiket felsoroltunk, az mind csak egy keretet ad. És az ember a lényeg, amit el is mondtál, hogy neked volt egy vállalatvezetőd 40 éve, aki azt mondta, hogy csak ne halljak róla, és most pedig van egy olyan, aki azt mondja, hogy igen, tenni kell. És mi is ezt látjuk a cégeknél, akikkel dolgozunk, hogy az a kulcs nem az, hogy milyen rendszerben gondolkodnak, hogy a legegyszerűbb, és akkor itt a negatív példaként szerepelt a zöld iroda a WWF-nél. Mi nagyon sok céggel csinálunk zöld irodát, és nagyon jó programok egyébként. De nem az a lényeg, hogy milyen rendszerben gondolkodunk, hanem az, hogy az ott lévő vállalatvezetők, az ott lévő szakemberek, azt komolyan gondolják, megtöltik-e tartalommal, vagy pedig tényleg egy kipipálandó pontként kezelik. És azt gondolom, hogy az ISO 14001-est is lehet úgy csinálni, hogy ambiciózus, jó célokat ad meg a cég, és azokat utána végrehajtja, időről időre auditálja, és egyre magasabb teljesítménycélokat tűz ki, már ugye közelítve akár egy EMAS-hoz. Az ESG azt gondolom, hogy bár azt szerintem az kiderült a mai nap folyamán, hogy most egy zárójelben senki nem tudja még, hogy így mi lesz ebből, és hogy fogja érinteni ez a cégeket, de az biztos, hogy ez sem lesz annyiban másabb, hogy ez csak egy rendszer és egy keretet ad arra, hogy egyébként egy cég, aki ezt komolyan gondolja és akar tenni a fenntarthatóságért, azt tudjon érte tenni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben úgy nincs különbség a sok három betűs közül, amiket felsoroltunk. Nyilván máshol van a fókusz, és az, hogy a pénzvilágot érinti, vagy onnan jön, ez abszolút fontos. Ugye a párizsi megállapodásnak mindig csak a másfél meg a két Celsius fokos limitét emlegetjük, de egy ugyanolyan célkitűzés volt, hogy a befektetéseket ez irányba tegyük el. Befektetések nélkül ezek a beruházások nem valósulnak meg, azt láttuk az eddigi 2015 óta eltelt időszakban is, hogyha nem tesszük mellé a pénzt, akkor nem fognak megvalósulni ezek a beruházások. A zöldre festésnél pedig nagyon egyetértek Artúrral, és mi is a mi általunk véghez vitt projektekben, szinte az az első mondat a vállalatnál, hogy egyébként akkor kommunikáljanak, ha már van eredmény, nagyon fontos, nem először kommunikálunk és aztán csinálunk valamit, hanem tegyenek le az asztalra, próbálják a saját kibocsátásaikat első körben egyáltalán tükörben nézni, felmérni, és utána megtalálni azokat a pontokat, hogy hol lehet valósan csökkenteni rajta. És hogyha csökkentettek és elértek eredményeket, akkor viszont azt tényleg kommunikálják, hiszen ezzel jó példát adnak, és egy jó gyakorlatot tudnak akár más cégekkel is megosztani, akár a saját munkavállalóikat bevonni. És akkor egy picit itt nem bírom ki, hogy zárójelben ne védjem meg a Zöld Iroda programunkat. Nyilvánvalóan mi sem gondoljuk, és a Zöld Iroda programnál mindig hangsúlyozzuk a cégeknél, hogy egy termelő cégnél nyilvánvalóan nem itt van a környezeti hatásoknak a nagy része. Viszont a termelő cégnél is az a tapasztalatunk, hogy a vállalati környezetvédelem, vagy akár a fenntarthatóság a termelésre és a fő fókuszra koncentrál, és szinte elfeledkezik az ott lévő több száz irodai munkatársról, az ő szemléletformálásukról, bevonásukról. Az irodai munkatársak a pénzügyről, a beszerzésről, a HR-ről, vagy bármilyen osztályról nem részei a vállalati környezeti teljesítmény azonosításának vagy csökkentésének, hiszen ez a környezetvédelmi fenntarthatósági osztály dolga, de ott több százan dolgoznak ilyen munkakörökben. És amikor mi például egy zöld iroda programot indítunk egy vállalatnál, akkor őket is bevonjuk, érzékenyítjük, elmondjuk nekik, és a saját szintjükön megnézzük, hogy ők hogy tudnak csökkenteni a saját működésük környezeti hatásaim. Úgyhogy bocsánat, de ezt így napvégére már így hozzászólásként szerettem volna elmondani. És akkor az időrövidsége miatt is itt hívom fel a figyelmet, hogy amint befejeződik a hivatalos műsor, utána elkezdődik a kávéház, ami szerintem még sokkal izgalmasabb, mint hogy itt mi hárman beszélgetünk. Tehát még mi egy órán keresztül itt lehetőséget biztosítunk az eszmecserére, a beszélgetésre. Arra kérünk benneteket, ha tehetitek, akkor maradjatok. Kávé még rendelkezésre áll, ezt garantáljuk, úgyhogy maradjatok még. Viszont most három kérdésre tudom megadni az időt, úgyhogy kérem, hogyha ki szeretne hozzászólni, vagy kérdezni, akkor három darab kérdést válunk, és
Utána fogjuk megválaszolni itt mi a pódiumon lévők. Várom a kérdéseket. A Zsuzsi olyan szépen mosolyog ránk. Várunk egy kérdést is tőled. Egy provokatív kérdést. És arra még nem kaptál választ. Igen, igen, kérdés. Nem látom a kezet. A kolléganő jelentkezett. Kolléganő. Nem. Tamás. Köszönjük szépen. Jó, Gyuri után Tamás jön, és akkor még egy valaki tud kérdezni. Van kapcsolva? De. Hát a provokatív kérdéssel akkor szolgálhatok egyen. A bankok szerintem, a pénzintézetek azért vannak, hogy pénzt csináljanak. Én távol vagyok ettől az ESG-től, a 30 éve környezetvédelemmel foglalkozok, de amit eddig hallottam az elmúlt napon, van egy olyan érzésem, hogy a pénzintézetek a saját kihelyezésüknek a biztonságát le akarják védeni a cégeknél, nehogy valami zöld környezetvédő ügy miatt elusszon a pénzük. Na most, hogyha én vagyok a cég, és felveszek egy profi környezetvédőst, annak azért fogok fizetni, hogy úgy becsomagolja az én projektemet, hogy a pénzintézet marhára azt érezze, hogy az én életem által az ég a környezetvédelem, és egyébként a céges ügyeim nyereség nem is érdekelnek. Ezen a ponton megnyertem a bankot, a pénzintézetet, hogy adjon nekem pénzt. De hát itt a Tóth Gerdengen délelőtt volt egy elindított, aztán utána fél derékbe harapott gondolatsora, hogyha ez a pénzintézet nekem a Balatonparton, közvetlenül a part mellett egy abnormális, 500 apartmanos lakópartnak az építésére ad pénzt, mert hát én az annyira körbebástyáztam, hogy ez egy marha jó és környezetvédelmi szempontból is támadhatatlan megtérülés. Hát attól ez még egy eléggé szarügy lesz ebből a szempontból. Tudnélik, hiányzik egy másik lába ennek a dolognak, hogy annak a pénzintézetnek, annak a banknak van egyáltalán bármi köze ezen a konkrét projekten túl, meg a többi más finanszírozató projekten túl, van-e bármi köze értékrendje a környezetügyhöz, a fenntarthatósághoz? Tudnélik, hogyha nincsen köze? Hát akkor, ha a cég a hitelkérelmében, meg a csomagolásban azt eléri, hogy a bankot beetesse, de egyébként a bank semmilyen kontextusban nem fogja azt vizsgálni, hogy ennek milyen hatása van, hát akkor szerintem egyet léptünk előre, és ahogy a bölcs tanítunk, Leninertárs mondta, kettőt meg hátra. Köszönöm. Nem még megvárjuk, jó? Mert erre reagálni. Jó, akkor Tamástól is köszönöm, kérünk egy hozzászólást, kérdést. Hozzászólás, kérdés. Igen, itt motoszkál nekem is a fej, ugye ez a szekció, a forradalmár szekció, úgy látszik, vagy ez a fele a hallgatóságnak. Az motoszkál reggel óta bennem, és Zsuzsa most azt mondta az előadásom, hogy milyen jó, hogy a pénzügyi szektor végre felébredt, és majd ők nyomják ezt az egész elképzelés rendszert. Tehát a pénzügyi szektor felébred, de a más szektorok nem ébrednek fel, tehát sem a ilyen gyár, olyan gyár, amolyan gyár nem ébred fel, hanem pont a pénzügynek kell felébredni, és neki kell az egész hatást is szétteríteni a világon. Igaz? Lehetséges ez? Hogy pont a bankárok meg a befektetők fognak felébredni, és nyomad. Valami ilyesmi volt, és én ezt így képeztem le magamban. És délután pedig az ütötte meg a fülemet, hogy a bankár úr azt mondta, hogy mert hogy a Socialnek hogyan megfelel a diákhitel intézménye. Szerintem meg nem. A diákok egy célközönség hitelkihelyezésre, amit, ahogy a Gyuri mondta, vissza lehet fordítani, hogy hú, mi ezzel nagyon szósorok vagyunk. Tehát nekem is furcsa érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Amikor az Unió azt mondja, hogy oké, de ez mindenkinek kell, azt már úgy jobban el tudom fogadni. De hogy azt mondjuk, hogy majd a pénzügyesek meg a bankárok most megvilágosodtak, és majd ők állnak ennek az egésznek az élére, nem tudom. Hát nagyon ügyesek. Nem hiszem. Én ezt nem hiszem el. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük a hozzászólást. Itt Zsuzsának lesz majd reagálása, de még egy kérdésre meg szeretném adni a szót. Ugye három a magyar igazság, és még egy kérdés kiadó, hogyha valaki szeretne élni vele, ha nem, de Feri. Szerintem a történelem kezdete óta... A mikrofonra azért van szükség, mert online is hallgatnak bennünket. Köszönöm. Történelem kezdete óta egy nagy kérdés, hogy jó dolog-e a kalapács, vagy nem. Mert ugye be lehet verni vele a szöget, meg a szomszédnak a fejét is.
Nagyjából ugyanezen a problémán küzdünk itt reggel óta, de vegyük azt észre, hogy a pénz az pillanatnyilag a gazdaságnak a vérárama. Most megsértődhetünk azon, hogy a pénz megkérdezi, hogy zöld irányba menjek, vagy ne. De esetleg megtehetnénk, hogy örülünk neki, hogy végre megkérdezték, és megpróbálunk együttműködni. Nem jelenti ez azt, hogy levonulunk a barikádokról más kérdésekben. Azt gondolom, hogy... És akkor ez a kérdés, hogy ugye nem jelenti ez azt, hogy levonulunk, a másik, ugye jelenti azt, hogy azért megpróbálunk együttműködni. Tehát mondjuk én a magam területén, most meg pár ESG jelentésen már túl vagyok, szóval mindig próbáltam azt összehozni, hogy a controlling, tehát pénzügyi controllingos ember kell, meg a HR-es adatokkal rendelkező ember kell, meg a környezetvédelmi adatokkal rendelkező ember kell valahogy beszélgessen egymással, és létrehozzuk ezeket a dolgokat. És akik voltak olyan konferencián, ami arról szól, hogy mire jó az ESG, akkor azok mind azt mondták el, hogy tök jó volt elsősorban a saját vállalatnak, mert a kollégák is szembesültek azzal, hogy milyen jók vagyunk, vagy hol vannak a fejleszteni valók. És ezek az előnyök nem múlnak el attól, mert most a pénzügyesek megkérdezték, hogy mi az, hogy ESG. Tehát ne, én azt gondolom, hogy arra biztatnék mindenkit, hogy azért higgyen abban, hogy ez egy tök jó dolog, figyeljünk arra, hogy egyébként meg ne vonuljunk le a barikádokról, és körülbelül ennyi. Köszönöm. Köszönjük szépen akkor a kérdéseket, és akkor ilyen sorrendben Artúr már itt nem szerette volna az elsőre, Zsuzsa biztos, hogy szeretett volna a másodikra, és itt Gergő is, úgyhogy megadom a szót a válaszokra. 3 percben. Jó. Amikor Tamás megkérdezte, amit megkérdezett, én rögtön otthon éreztem magam. Én csak a saját férjem szokott ennyire félreérteni, Tamás. Tehát. Természetesen nem azt akartam mondani, hogy most akkor csak a bankok, és azért, mert ők akarják, aztán mi meg majd ölbetett kézzel ülünk. Ha ez jött le, akkor nem voltam világos. Azért emeltem őket most piedesztára, mert azért annyira nem érdekelte a pénzvilágot eddig. Sőt, az, hogy az őt beruház, az sose térül meg, arra ne kér pénzt. Tehát én ezt, aki végigkövethettem ennek a folyamatnak a fejlődését elmúlt évtizedek alatt, ennek azért tudok örülni, mert végre nem két marokkal fogják a pénzt, hanem azt mondják, hogy hát a zöld vagy, akkor kinyitom a tenyeremet. Igen, Feri, köszönöm szépen a kiegészítésedet. Persze, hogy együttműködünk, mi nem fogunk azért leállni. Valószínű sokkal jobban tudjuk, mint a bankárok valaha fogják tudni, hogy mi az, amit tehetünk a környezet ügyért. Viszont Gyuri, a kérdésedre is van válasz, és a Gabiékra utalok vissza, a délelőtti szekciókra. Tehát igen, valahogy majd számszerűsíteni kell, valahogy majd értékelni kell, jogos igény, mert különben az ügyes környezetvédő zöldre festi a céget, azt hitelt kapnak. De hogyha azért keretek közé toljuk, csak ne tegyük be egy skatujába azért az ESG-t, akkor ennek kisebb lesz a kockázata. Csak nagyon röviden, nekem az jutott eszembe, hogy szerintem a bankár is olyan, hogy ő nem a saját pénzét kezeli, hanem valaki másét, és az a valaki az, aki szeretne zöldbe tenni. Csak itt mondanék egy példát, ugye Norvégiának már egyszerűen annyi pénze gyűlt össze, ilyen olajbevételek, meg nyugdíjalap, meg stb., hogy valami, nem is tudom, a világ összes ilyen befektetési célú vagyonának valami irgalmatlan nagy része, föl nem tudom, 15-20%-a az ott van, és ők biztos, hogy nem fogják odaadni akármire. Tehát nekik az egy kitűzött cél, hogyha már olajból van a bevétel, legalább jó célra fordítsuk. Szóval, és akkor, amikor a világ, nem tudom, egy negyede tőkét kezelő alap azt mondja, hogy ő csak zöldbe hajlandó beletenni, akkor a bankár is azt mondja, jó, akkor nézzünk már utána, hogy ez mit jelent. Tehát szerintem ez is benne van. Köszönjük. Az első válaszom a György Zsuzsi délelőtti kérdésére szól. Mi ugye a tudományban hozzászoktunk, hogy valaki valamit publikál, és akkor illik, hogy azt ne plagizáljuk. És egy kicsit ilyen szempontból most az ESG azt plagizálja a GRI-t, de hogyha ilyen korábbi korokba megyünk, akkor azt látjuk, hogy akkor meg pont fordítva volt. Tehát megnézett például Pálnak a leveleit, akkor azt a nagy részét nem Szent Pál írta. Akkoriban úgy volt szokás, hogy nem az ember a saját neve alatt ír, hanem valaki nagy
tekintélynek adja át a dolgot, hogy Homérosznál, ugye erős nagy hitviták vannak, hogy ő írta a neki tulajdonított műveket, de megvan ez a modern korba is. Einstein valószínűleg a harmadát sem mondta annak a sok mondásnak, amit neki tulajdonítottak. Ugye a gazdasággépben mi megnéztük az összes 500 szereplő embernél, hogy kit idéznek a legtöbben, és nem Adam Smith, meg nem tudom én kit idéznek, meg a Nobel-díjas közgazdászokat, hanem Einstein, de valószínűleg nem azért, mert annyi fizikus van, aki a relativitás elméletről publikál, hanem azért, mert hát egy olyan Einstein mondás az olyan klassz az elején. És ilyen szempontból szerintem az, hogy egy nemzetközi non-profit cég helyett belépett az EU, az egy jó dolog, és ezt most kiemelném, hogy nálunk most nagyon sokat szidják az EU-t, meg ugye Brüsszel, meg a bombák, stb., hogy ez azért egy egyedülálló kísérlet a világtörténelemben, hogy egy ekkora gazdaság megpróbál zöld lenni. És ebben van egy csomó mellékvágány, valószínű az elektromos autózás talán ilyen lesz, lehet, hogy az ESG, de mégis Kerekes professzor ugye mindig mondja ezt milyen problémák, a vad problémák, hogy ezt a kísérletezésre lehet megoldani, és nagy arányú gyakorlati kísérletek kellenek. És akkor még egy dolog, ez csak egy apróság a cégekről, hogy zöldemosó, nem zöldemosó. Szerintem ezek akkorák a cégek, hogy legalább két arcuk van. Tehát van egy ilyen gonosz arcuk, mint szegény Shell, amelyik néha belefut egy ilyen nigériai botrányba, meg a Volkswagen, amelyiknek kiborult a Billy a dízelné, de egyébként minden autós cég csinálja, mert sajnos betartatatlanok azok a dízel előírások, mondjuk ki. És akkor valaki ezen megbukik. De van egy másik arcuk is, tehát amelyik meg jó, mert hát azért mindnyájan azért mégiscsak ilyen termékeket használunk. Ezen most nem akarom őket megvédeni, csak hogy valószínűleg az lenne a megoldás, ha kisebbek lennének, meg akkor könnyebb lenne nem elkövetni ilyen hibákat. És akkor egy utolsó dolog, hogy akkor mire jó, tehát az, hogy most auditorok jönnek, meg minden, ez egy komoly dolog. Tehát emlékszem egy filmre, ugye Erdélyben játszódik a Verespataki iszap, illetve, na, tehát volt az iszap katasztróf, nem, na, tehát volt a Tisza ciánszennyezés, az Aurul cég, és azt mutatták a Verespataki filmbe, hogy ott áll az EU DG Environment, tehát a Környezetvédelmi Bizottságnak a nagyon képzett diplomatái, és kérdezik tőlük, hogy ez egy jó beruházás a környezetileg, miközben mutatnak egy ilyen külszíni fejtést, hogy egy szép nagy régi hegy, aminek a tetején falvak, meg templomok, meg temetők voltak, ahelyett lett egy nagy lyuk, amit az egészet átdaráltak, és cianidos technológiával átmostak, és beleszakadt a gáton keresztül a Tiszába. És emlékszem a fickó képére, hogy így hűmögött, hápogott, hogy hát még nincs meg a környezeti hatástanulmány. Tehát, hogy ezt próbálnám, hogy ez a józanész, azt nekünk kell az auditorok meg mindenki mellé oda tenni. És ugye ez nálunk is megvolt, tehát Devecser mellett, amikor volt az iszap katasztrófa, annak a cégnek voltak mindenféle mérnöki engedélyei, volt neki ISO 14001-es, volt neki kockázatbecslése, de valószínűleg Parasz bácsi oda ment volna, akkor ránéz arra a gátra, akkor mondja, hogy hát ott egy nagy eső van, akkor ez át fog szakadni. Tehát azt gondolom, hogy a civil társadalom, meg a szakemberek, azoknak hozzá kell tenni ezt a józanészt az összes többi szabályzáshoz, de azért a szabályzások azok, én is örülök alapvetően az ESG-nek, tehát ilyen még nem volt. Lejárt az idő. Nem fejezd be a mondatot, Gergő, kérlek. Hát ilyen még nem volt. Pont. Ilyen még nem volt pont. Köszönöm szépen. És én egy körre megadnám a szót a beszélgető társaimnak, egyrészt a műhely munka lezárása, és most már így a napnak a szakmai részének, a hivatalos részének a lezárása is egy-egy mondatban, vagy egy-egy üzenetben. Megkérlek benneteket, mit szeretnétek üzenni, vagy mi jött le a napból? Én azt, hogy még mindig nem tudom, hogy mi az az ESG, de fogok rajta küzdeni, hogy megtanuljam, és minél többet tudjak róla. Én nem olyan nagyon nem várom azt a szabványt, azt gondolom, hogy a józan parasztival bele fogunk vágni, és biztos, hogy jó eredmény fog kijönni. És optimistán ez a lényeg. Optimistán kell hozzáállni. Gergő, és én akkor lezárnám.
Enyém azért három mondatos lesz. Amikor, tehát az egész zöldülés, azt a hatóságok, meg az államok kezdték, ugye a Clean Air Act, és ők egy kicsit lemaradtak, tehát ugye Amerika például nem írta alá a Párizsi Egyezményt, és ezt el lehetne mondani, de akkor már politizálnék Magyarországon is. Utána jött a környezetvédelmi ipar, nem tudom a KSZGSZ mikor alakul, de szerintem amikor 90-es évek elején. Utána jöttünk mi a megelőző környezetvédelemmel, és a gyártóvállalatokkal, az iparvállalatokkal valahogy együtt mozogtunk. És az, hogy 2010 körül, meg 2020 körül, igenis most már itt vannak a tőzsde, meg a bankok, meg minden, és ők magyarázzák nekünk, hogy hát szeretnének tőlünk tanulni, tehát ez igenis egy nagy előrelépés. Azt meg senki nem tudja, hogy ez elég gyors-e, tehát nekünk arra kell törekednünk, hogy mi dolgozzunk a világ vége elhalasztásán, aztán majd valahol eldöntik, hogy ez mikor lesz. Köszönöm szépen. Összegzésként azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy beszéltünk a témáról. Az, hogy ilyen sokan itt voltatok és végighallgattátok, köszönjük külön, aki online is végighallgatta, illetve személyesen én azt gondolom, hogy ez egy jól mutatja azt, hogy a kérdésről beszélni kell, hogy aktuális a kérdés, és hogy tovább kell ezen gondolkodnunk együtt, hogy kinek mit jelent, és hogy pontosan kire milyen feladatokat ró a következő pár évben az ESG. Én azt tudom ígérni mindenkinek, hogy mi követ szinten fogunk ezzel foglalkozni, és segítőkezet nyújtunk minden cégnek, aki hozzánk fordul.